Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Elbocsátások az önkormányzatnál, munkavállalókat küldött el az éjjel szexárt frakció. Forronganak a helyiek, drasztikus jegyár emelés a Tolnai megyeszékhely strandján. Hétértékelő, veszélybe került a szőlőhegyi óvoda fejlesztése. Vinagóra az egyetlen magyarországi nemzetközi borversenynek ad otthont Szexárd. Önkormányzati munkavállalókat bocsátottak el az éjjel Szexárd frakció tagjai a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen. Összesen 8 munkatársától válik meg az önkormányzat a döntés miatt, ami Ács Rezső polgármester szerint veszélybe sodorhatja az ott végzett munka minőségét. A hivatal engedélyezett létszámát 5 főre csökkentenénk, így a polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma 199-ről 194-re csökken. Kirúgásokkal kezdődött a csütörtöki szexárdi közgyűlés. Az ilyen szexárd frakció tagjai olyan szervezeti és működési szabályzatot fogadtak el, ami kimondja, 5 önkormányzati munkavállaló elveszíti az állását, 3 főt pedig áthelyeznek a vagyonkezelőhöz. Ács Rezső, a város polgármester az ülés után azt mondta, ez különösen nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatot. Az ott dolgozók ugyanis már most is folyamatosan túlóráznak, mert az ilyen szexárd tagok gyakran ugyanazt a munkát 2-3-szor is elvégeztetik velük. Egyre kevesebb jó szakember marad itt a hivatalban. Én úgy hallottam, úgy tudom, hogy a kollégák folyamatosan keresik helyüket, ilyen körülmények között nem olyan tudnak dolgozni. Úgyhogy nagyon sötét jövőt látok a hivatal előtt, mert nem fogjuk tudni a szexárdiakat azon a szinten kiszolgálni, ahogy ezt eddig megszokhattuk. Emberi sorsokról, emberi kérdésekről is van szó. Ezért méltatlan az, hogy még tegnap a közgyűlés előtt 2 órával, másfél órával is kaptunk ezzel kapcsolatban anyagot. Ez egyébként rendszeres lett azóta, hogy az ilyen szexárd frakció többségbe került. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, gyakorlattá vált, hogy az előterjesztések átolvasására nincs elég idejük a közgyűlés kormánypárti tagjainak, mert túl későn kapják meg azokat. Az elbocsátások azért is különösen rosszul érintik az önkormányzatnál folyó munkát, mert a választás, vagyis tavaly október óta az ilyen szexárd tagok által elvárt túlórák miatt eddig már 11-en mondtak fel. A közgyűlésen napirenden volt az önkormányzat és a cégei könyvvizsgálói feladatainak ellátása is. Ezért a munkáért mostantól közel másfélszer annyit fizet a város, mint korábban. Az ilyen szexárd tagjai ugyanis az eddigi havi 170 000 forintos ajánlat helyett most egy 290 000-es szavaztak meg. A napirendi pontok között szerepelt Ács Rezsőnek, a város polgármesterének az a javaslata is, ami alapján a helyi szociális intézmények dolgozói egyszeri bruttó 100 000 forintos jutalmat kapnak a járvány idején végzett munkáért. Az elmúlt 2 hónap megmutatta, hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak ebben az ágazatban itt Szexárdon. Nem munkának, hanem hivatásnak veszik a munkájukat tulajdonképpen, tehát nem foglalkoznak azzal, hogy hétvége van, hétköznap van, munkaidőn túl vannak. Egy a dolog, van egy feladat, azt el kell látni, és a legjobb szakmai tudásuk szerint meg kell oldani. Én büszke vagyok rájuk, szeretném megköszönni nekik valamennyi Szexárd nevében, különösen az idősebbek nevében azt a munkát, amelyet kifejtettek. A közgyűlési döntésekről szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort is, az ilyen szexárd frakció vezetőjét. Kíváncsiak lettünk volna, mi alapján választották ki, hogy melyik igazgatóságról és pontosan mennyi embert küldenek el, de ő nem válaszolt a kérdéseinkre. Drasztikusan megemelte a szexárdi strand belépőjegyeinek árát a helyi sportközpont igazgatója, Malomsoki Krisztián. Van olyan jegy, ami több mint 3-szor drágább, mint tavaly. A szexárdiak közül sokan felháborodtak az ügy miatt, mert a kevésbé tehetős családoknak ezek az árak túlzott kiadást jelentenek. Ezért lesznek, akik idén már nem is mennek odafürödni. Az ügy a csütörtöki közgyűlésen is szóba került, de az ilyen szexárd képviselő belefojtották a szót az áremelést kritizáló polgármesterbe, majd tárgyalni sem voltak hajlandóak a megemelt árakról. Kevesen voltak a szexárdi fürdőben péntek délelőtt, de nem csak a szeszélyes időjárás miatt. Szexárdon sokakban keltett felháborodást a szexárdi fürdő belépőjegyeinek idei drasztikus áremelése. Nem drágálják a belépőt? De igen. Meglepődtünk, de hát nem járunk ide gyakran. 4-en vagyunk itt. Szabad kérdezni, hogy mennyit fizettetek? Kereken 10 000-re. Egy másik nő azt mondja, hogy ez a környék legdrágább strandja. Őt a barátai hívták meg, így könnyebb szívvel úszkál a medencében. Most a barátnőm fizette, hogy ingyen volt, ennek nagyon örültem. A szexárdiak a Facebookon is hangot adtak a strand árai miatti felháborodásuknak. Volt, aki azt kommentelte a fürdő egyik posztja alá, hogy idézem,
Vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépő árak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. Mások azon voltak felháborodva, hogy nincsenek kedvezményes jegyek, és hogy aki nem akarja használni a csúszdát, annak is meg kell vennie a teljes áru jegyet. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idén rá már 2600 forint a szekszárdiaknak, a vidékieknek még ennél is több. Még szembetűnőbb a gyerekjegyek árának alakulása. Ott több, mint 300%-os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 forint helyett idén 1600 forintot kell fizetni. Pakson az Ürgemezei strandon úszómedence is van. A belépőjegy ezt is tartalmazza, mégis jóval olcsóbb, mint a szekszárdi fürdő. Mutatjuk a honlapon. Látszik, hogy egy tanulói jegyár 725 forint, míg a felnőtt belépő 1040 forintba kerül, és ha csúszdázni is támad kedve az embernek, plusz 725 forintért ezt meg is teheti. Ez egy négyfős családnál még így is csak 6430 forint, ha mindenki csúszdázik. Tehát majdnem 40%-kal olcsóbb, mint a szekszárdi fürdő, ahol még választási lehetősége sincs az embernek, hogy meg akarja venni a csúszda jegyeket. A Szákai Szabad strandon már több mint 10 éve kiváló a vízminőség, és a szolgáltatások is folyamatosan bővülnek. Ők is emeltek a belépő díjon az idén. A felnőtt belépőn 100, a gyerek belépőn 50 forintot. Így egy négytagú család, ahol már mindkét gyerek elmúlt 6 éves, ugyanis 6 éves kor alatt ingyenes a belépés, 2000 forintból juthat be a Szabad strandra, ahol a környezet mindig rendezett, ingyen zuhany és mosdó használat van. Lehet bérelni csúszdás vízibiciklit, és az idéntől a büfészolgáltatás mellett egy meleg, gyorsételes büfékocsi is várja a látogatókat. Mi nem feltétlenül nyereségre törekszünk mi itt, hogy most itt különösebben haszon legyen. Itt inkább a maga a település turisztikájának a kiegészítése, a strand működése, és itt tulajdonképpen most azért nem ez a cél, hogy itt még magasabb árak legyenek. A szekszárdi strand belépőinek drasztikus drágulása a csütörtöki közgyűlésen is szóba került. A Fidesz frakció napirendre akarta venni az ügyet, majd amikor Álcsereső elkezdte felvázolni a sokakat felháborító jelenséget, az éjjel szekszártagok egyszerűen belefojtották a szót a polgármesterbe. Éppen most egy hónap kiesett a nyárról, mert július megsegedett, hogy nyitni a strandot, és külön történt, miért. Úgyhogy Végül az éjjelszekszártagok nem is szavazták meg, hogy a közgyűlés tárgyaljon a témáról. Ács Rezső ennek kapcsán azt mondta, felháborította, hogy Malomsoki Krisztián, az éjjelszekszártagok által kinevezett, a fürdőt üzemeltető sportközpont vezetője, mindenféle egyeztetés nélkül emelte sokszorosára a belépő árakat. Ács Rezső azt mondja, ilyen árak mellett komoly bevételektől fog elesni a fürdő, mert a kevésbé tehetős családok egyszerűen más helyen pihennek majd. Az így keletkező hiányt pedig a város költségvetéséből kell majd kipótolni. A drasztikus mértékű drágulás miatt megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon. Szintén kérdéssel fordultunk az éjjelszekszárdot képviselő Zaják Ritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják szekszárdot a szekszárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett Malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről. Ám a képviselő csak annyit válaszolt, hogy az árképzés folyamatába ő nem vett részt. Veszélybe került a szekszárdi szőlőhegyi óvoda fejlesztése, mert a Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, bár elfogadta a kivitelező terveit, mégis újakat kért be, ezt mondta szokásos hétértékelőjén a város polgármestere. Ács Rezső szerint az ügy kezd hasonlítani a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő esetéhez. Ott szintén az éjjel szekszárd akadályozta meg az építkezést, ezért most úgy tűnik, hogy az önkormányzat elbukja a beruházásra kapott pályázati pénzt.
Itt a szekszárdi Szőlőhegyen található az az óvoda, aminek a felújítására és átépítésére még 2018-ban nyert topos támogatást a város önkormányzata. Ezt egészítette ki a miniszterelnökség. A fejlesztéshez már elkészültek a tervek, most mégis veszélybe került a beruházás. Erről beszélt Ács Rezső, a város polgármestere szokásos pénteki sajtótájékoztatóján. Az ilyen szekszárd tagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság ugyanis hétfőn úgy döntött, változtatának a terveken. Szerintük 15%-kal csökkenteni kellene a beépített terület nagyságát, és két új tervet is bekértek a kivitelezőtől. Azt jelenti, hogy csúszunk az idővel, ugye mi a terveket elkészítettük, a források rendelkezésre állnak, a TOB-ból, illetve a miniszterelnökségtől minden feltétel adott lenne ahhoz, hogy végre a Szőlőhegyen élő fiatalok ne kelljen, hogy behagyják a gyereket a város központba, hanem mit el tudják helyezni jó körülmények között, és olyan körülményeket tudnánk teremteni, ami a 21. századi feltételeknek mindenben meg tud felelni, hasonlóan, mint a Kosinski óvoda épületében. Korábban hasonló történt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelővel is. Arra a fejlesztésre is az előző ciklusban nyert az önkormányzat pályázati pénzt. A beruházást abban az esetben az éjjelszegszer tagok is megszavazták, később mégis akadályozni kezdték az építkezést. Először védett madarakra, majd lakossági tiltakozásra hivatkoztak, de szóba került az is, hogy avarkori temető található a terület alatt. Végül le is állították a munkát, erről közgyűlési határozatot hoztak. Pedig korábban Ács Rezső, a várospolgármester többször elmondta, hogy az államkincstár egyértelműen közölte, hogy a fejlesztésre csak azon a helyszínen az eredeti terveknek megfelelően kap a várospénzt. Ugyanez a helyzet állhat most elő a Szőlőhegyi óvoda tervezett fejlesztésekor is a polgármester szerint. Ács Rezső szerint az is kérdéses, hogy az ilyen szekszárd frakció meg tudja-e és milyen minőségben szervezni az idei szüreti napokat. Létrehoztak ugyanis egy szervezőbizottságot, ahova saját maguk mellett a borászok és a vendéglátósok delegáltjai is bekerültek, valamint a szervezés több éves rutinnal rendelkező helyi közművelődési Kft. Vezetői is részt vettek az előkészítő munkában eddig. Információink szerint az első számú vezetők közül többen távoztak, vagy távoznak a Babics éléről. Így tulajdonképpen a Babics képviseletében nagy valószínűséggel szakember nem fog részt venni ennek a bizottságnak a munkájában. Ez egy komoly előkészítést igénylő munka, időben is már szerintem el vagyunk csúszva. Egy konkrét kérdés volt például a múlt helyen a közgyűlésen, hogy felvonulás lesz-e, ezt többen kérdezték a városban is. Erre az a válasz volt, hogy majd megvizsgáljuk. Hát én azt gondolom, hogy erre sem idő, sem energia nincs már, hogy ezeket vizsgálgassuk. A szüreti napokkal, valamint a Szőlőhegyi óvodával kapcsolatos terveikről megkérdeztük Bomba Gábort, az éjjelszegszert frakció vezetőjét is, ám ő adásunkig nem válaszolt. Először lehetett fennállása óta Szekszárda helyszíne az egyetlen Magyarországon szervezett nemzetközi borversenynek, a Vinagóra a meghatározó európai borász találkozók hálózatának része. Bősz Adrián, a szekszárdi hegyközség elnöke azt mondta, az elmúlt évek összefogásának és kiváló borainak is köszönhető, hogy a város adhatott otthont a találkozónak. A vírushelyzet ellenére is szép számú mintát kóstolhat végig a következő két napban a nemzetközi zsűri a Vinagóra borversenyen, mely az egyetlen Magyarországon szervezett európai szakmai találkozó. Az idei az első alkalom, amikor Szekszárd adhatott otthont a borász találkozónak, mindez, mondta Bősz Adrián, a hegyközség elnöke, az elmúlt évek sikereinek köszönhető. Nem csak magának a borvidéknek elismerés, hanem elismerés Szekszárdnak, elismerés a szekszárdi embereknek, és elismerés mindenkinek, aki ebbe rengeteget dolgozott. Nem konkrétan csak a borversennyel kapcsolatban, hanem ahhoz, hogy ez itt megrendezésre kerülhessen. Ez magának a városnak, a városi intézményeknek, a vendéglátóhelyiségeknek, a szállodáknak, mindennek fejlődnie kellett. Zilai Zoltán, a verseny főszervezője arról beszélt többek között, hogy a magyar borászoknak elsősorban a hazai piac meghódítására kell fókuszálnia. A magyar borászatnak az a legfontosabb, hogy amennyi szőlőskertünk, ültetvényünk van, azok megmaradjanak, szépen virágozzanak ott, jó megélhetést biztosítson az azzal foglalkozó embereknek. Ez az kell, hogy ezek az ott megtermelt szőlőborok, ezek jó áron értékesüljenek, és ebben egyébként a legfontosabb a belföldi piac. Az idei Vinagórára 14 külföldi országból érkeztek minták, közel 800 tételt kóstolnak majd végig a bírálók. Mészáros Péter zsűri elnök véleménye szerint ez alapján képet kapnak majd a nemzetközi trendekről. Fontosak a tapasztalatok, nem csak a borversenyen, amit szerzünk, hanem a borverseny utáni programokon, a kötetlen beszélgetéseken elmondják azt, hogy mit gondolnak a borainkról, mit gondolnak a világban, mik az új trendek, mik azok a borok, amik most a legkeresettebbek.
A szexhárdi szervezésű vinagóra eredménye az lehet, hogy tovább népszerűsödik a Borvidék azáltal, hogy a nemzetközileg elismert szakemberek viszik el jó hírét. Idén is átadták Pakson a Deák Ferenc díjat. Az elismerést két évente egy kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek ítélik oda. A díjat Szabó Péter polgármester adta át. Nem tudom, melyik a könnyebb a képviselőtestület munkáját szolgálni azzal a tudással, azzal a hozzáállással, amellyel ezt megteszitek nap mint nap, vagy a lakosságnak az igényeinek megfelelni. A köztisztviselők napja alkalmából rendezett ünnepségen Paks polgármestere elismerően szólt a hivatalban dolgozók munkájáról. 2004 óta ezen a napon adják át két évente a Deák Ferenc díjat, melyet a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők elismerésére alapítottak Pakson. Idén Vasadi Andrásné érdemelte ki a kitüntetést, aki jelenleg a Humán Osztály szociális csoportját vezeti. Az elismerést Szabó Péter polgármester adta át a kitüntetettnek. Pont ma van az ideje, hogy 41 éve dolgozom, és pont ezért nagyon megtisztelő számomra, hogy ma vehettem át a Deák díjat, ami a pályafutásom egy elismerése. A hivatali ünnepség közös vacsorával folytatódott, és zenés esttel zárult. Nagy sikere volt annak a szokásos partner találkozónak, amit az atomerőmű KSC Szekszár élvonalbeli női kosárlabda csapata tartott csütörtökön este. A szponzorokat nem csupán köszöntötte, hanem díjazta is a klub vezetés. Nem tud eléggé hálás lenni az atomerőmű KSC Szekszár vezetése a csapat támogatóinak, akiknek a száma örvendetesen évről évre nő. Hasonlóan a tavalyi évhez ugyanabban a pénzösszeggel tudjuk támogatni a KSC-t, és ugyanazzal a pénzösszeggel Taós oldalon is tudjuk támogatni, tehát egy két irányú támogatásban részesítjük a csapatot. Sok kicsi sokra megy, fél száznál is több kis, illetve közepes szponzor jelenléte olyan pozitív helyzetet teremt, hogy a főtámogatók pénzéből nem kell elvenni olyan mindennapi dologi kiadásokra, amelyek bizony összességében terhelik a költségvetést, amit pénzben, természetben vagy éppen reklámáron megkap a szekszárdi klub támogatóitól. Minden jelentősebb szponzorunk vagy itt van, vagy pedig valakivel képviselteti magát, és úgy érzem, hogy ez jelzi azt is, hogy értékelik azt a lassan 5 éve folyó komoly munkát és építkezést, amit ebben a klubban ezért a városért, a klubért teszünk, úgyhogy maradéktalanul boldog vagyok. A 4 évvel ezelőtt első szponzori bulin, mint emlékezetes, még 8-an voltak jelen, 2020 nyarán azonban ennek 8-szorosára nőtt az atomerőmű KSC Szekszárd mögött felsorakozó támogatók, szponzorok száma. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyéből. Már most több a parkolóhely a pécsiek szerint, ismét fizetni kell a parkolásért. Biztos háttérrel várják a diákokat, munkát kínál a pécsi cég itthon és külföldön a fiataloknak. Megemlékezés, 18 év telt el a lengyel buszbaleset óta. Ismét fizetni kell a parkolásért Magyarországon, így Pécset is. Július 1-én éjfélkor szűnt meg a koronavírus miatt bevezetett ingyenes parkolási rend. Mint az ország egész területén, úgy a Baranyai megyeszékhelyen is csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet várakozni a kijelölt zónákban. A pécsiek szerint már az első napon érezhető ennek hatása, hiszen sokkal több a parkolóhely a városban. Közben már megválthatóak az idei év második fél évére szóló bérletek. Ezen az autón már ott van a kék zacskó, ami azt jelenti, hogy a vezetőjét valamilyen szabálytalanság miatt büntették meg, amíg várakozott járművével. Július 2-ától akár többen is láthatnak ilyen csomagokat, hiszen ettől a naptól ismét fizetni kell a parkolásért Pécsett is. A kormányrendelet szerint a koronavírus miatt bevezetett ingyenes parkolási rend július 1-én éjfélkor szűnt meg. Azaz csütörtöktől már csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet várakozni a kijelölt zónákban. A pécsiek az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy sokkal kevesebb parkolóhely maradt szabadon a Baranyai megyeszékhelyen. Nem lehetett megállni akkor. És most megint kell fizetni, most mire számít? Valószínűleg lesz több hely, nem lesz? Hát most lesz, már most is lehet látni, hogy van több hely. Az én szempontomból, vagy így a mi oktatónk szempontjából nem volt annyira jó, ugye folyamatosan tele volt a centrum parkoló, nem tudom mennyire jártatok erre.
nagyon nehéz volt találni helyet, ahol nem vagyunk útba, és el tudunk nyugodtan indulni a tanulókkal. Most, hogy ez így megszűnt, így most már egy picikét jobb a helyzet. Úgyhogy nekem igazából nem volt jelentőség, mert én nem tartózkodtam itt annyit, hogy én fizessek a parkolásért, így se úgy sem. A parkolójegy megváltása mellett lehetőség van az idei második fél évre vonatkozó bérletek megváltására is a Biokomnál. Földesi Virág sajtóreferens stábunknak elmondta, a megszokott rendszerint lehet ezeket az engedélyeket igényelni. 2020 második fél évében a Biokom Nonprofit Kft. Ugyanazon feltételekkel, ugyanazon szempontok szerint adja ki a féléves parkolóbérleteket és engedélyeket, mint az első fél évben. Ezen dokumentumokat ugyanúgy kell igényelni, mint 2020 első fél évére. A pécsi városvezetés egyébként már kidolgozott egy új struktúrát a parkolásra vonatkozóan, azonban ennek bevezetését elhalasztották 2021 elejére. Bár az idei első fél évre szóló bérletekre nem volt szükség a veszélyhelyzet ideje alatt, a kieső hónapokra kifizetett összeget egyelőre nem térítik meg a pécsieknek. Vízparton, irodában, üzemben többféle munkalehetőséget kínál az a pécsi cég, amely az ország egyik legnagyobb diákszövetkezetét működteti. A fiatalok az ország egész területén vállalhatnak diákmunkát, sőt külföldi lehetőséget is tudnak nekik biztosítani. Várják a munkát kereső diákokat és azokat a cégeket is, akik szívesen foglalkoztatnak tanulókat, mondja a pécsi munkaerőközvetítéssel foglalkozó cég munkatársa. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy ma a munkaerőpiacon a legfontosabb a költséghatékonyság, a rugalmasság és az azonnali megoldások. Az iskola szövetkezetünk a Prodiák szerencsés helyzetben volt, mivel évek alatt nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy szellemi, illetve gyakornoki pozíciókban foglalkoztassuk a diákjainkat. Ez miatt a diákjaink nagy része a járványhelyzet alatt nem veszítette el a munkáját. Jelenleg az országban a Prodiák az egyik vezető iskolaszövetkezet. A járvány időszak alatt megmaradtak a diák munka lehetőségeik, a nyáron pedig továbbra is várják a dolgozni akaró fiatalokat többféle munkakörben. Ilyen a vízimentő, kereskedelmi pozíciók, IT, asszisztencia, pénzügy, de vannak egyszerű összeszerelői, minőségellenőri pozícióink is, illetve terben van az, hogy szezonális külföldi munkákat is biztosítsuk a számukra. Naponta 5000 diákot tudnak munkába állítani az ország bármely pontján. Az iskola szövetkezetnek 50 000 regisztrált tagja van. Tavalyi árbevételük 5,6 milliárd forint volt. A tragédia egyfelől jelzés az emberi élet halandóságára, a megemlékezés pedig arra, hogy a kereszténységben mennyire összetartozunk. Erről beszélt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Balatonkeresztúron. A lengyel busz balesetként ismert tragédiában 20-an vesztették életüket, 31-en pedig megsérültek a település határában található körforgalomban. 2020. július 1-én hétfőn hajnalban borult fel a lengyel zarándokokat szállító autóbusz, amelyen 51-en utaztak. A kiérkező mentőegységek megfeszített tempóban dolgoztak, hogy kimentsék a sérülteket a roncsból. Az ilyen tömegbalesetek feldolgozása számukra sem könnyű, viszont a megemlékezést fontosnak tartják. A megemlékezés az mindig azért egy visszatekintés, és az az élmény is hozzátársul, hogy sok vasúti és egyéb buszbalesethez viszonyítva, például Siófokihoz viszonyítva is, itt azért 20 ember volt a halottak száma, de 30-nál több embert sikerült élve megmenteni. És hát ott nagyon sokban azon múlott, hogy a mentősök, a tűzoltók és akik itt voltak közreműködők, azok milyen hatékonyan tudtak menteni. A megemlékezés és a jelzés fontosságát emelte ki beszédében Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. A politikus kiemelte, a tragédia egyfelől jelzés az emberi élet halandóságára, a megemlékezés pedig arra, hogy a kereszténységben mennyire összetartozunk. És ez az, ami megőriz minket. És ha mi felelősek akarunk, mint nemzetünk, mint nemzeteink irányába lenni, akkor nekünk építeni kell, és nem rombolni. Nekünk a kereszténységet megőrizni, és nemzeteinknek a nagyjaitnak az emlékét megőrizni, és nem pedig adott esetben lerombolni, mint ami nyugaton most történik, vagy Észak-Amerikában mi történik. Én hiszem azt, hogy sok mindenre emlékeztet ez a szobor, olyanokat is, akik csak épp hogy a körforgalomba eljönnek, olyanokat is, akik egyébként pedig itt a megemlékezések során, vagy bármikor megállnak, és néhány
imát vagy fohászt elmondanak az áldozatokért is. Az emlékezők megkoszorúzták a tragédia helyszínén állított emlékművet, és közösen imádkoztak a 18 évvel ezelőtti buszbaleset áldozataiért. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit röviden. Elbocsátások az önkormányzatnál, munkavállalókat küldött el az Éjjel-Szekszárd frakció. Forronganak a helyiek, drasztikus jegyár emelés a Tolnai megye székely strandján. Hétértékelő, veszélybe került a szőlőhegyi óvoda fejlesztése. Vinagóra az egyetlen magyarországi nemzetközi borversenynek ad otthont Szekszárd. Szombaton kellemesen meleg, nagyrészt napos idő lesz, délután erősebb gomoly felhősödéssel. Elszórtan kialakulhat zápor, mérsékeltebb zivatargóc is a délután folyamán. Vasárnap szikrázó napsütés, derült meleg idő, erős UV-sugárzás várható. Hétfőn szintén nagyon meleg, alapvetően napos időre van kilátás, fokozódó füllettséggel és délután ismét szaporodó gomoly felhőkkel. Este, éjjel hideg front érkezése körvonalazódik északnyugat felől. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!